Voltak is sportszerkesztők mindennapjait, de olyan is akadt, aki a mozik és a színészek világát ismerte meg tavaly a Neked munka, nekem álom elnevezésű nemzetközi program keretében. A kampányhoz Megyénk ebben az évben is csatlakozott. A résztvevőket Szolnokon 6, Jászberényben pedig 4 foglalkoztató várja. Nagyon szeretném azt, hogyha ezbe a napon, ezen a programba olyan professzionális néhány tanácsot, információt tudnék megszerezni, amit későbbiekben használni is tudom, tehát föl tudok használni, akár mint magánember, akár mint szervezetvezető. Kereskedelmi asszisztens állammunkára jelentkeztem, mégpedig azért, mert igazság szerint a kereskedelem az valamilyen szinten ötvözi az emberekkel való kapcsolatfelvételt, az emberekkel való kommunikációt. Egy kicsit marketing, egy kicsikét értékesítés. A 3 napos program keretében van, aki személyi edzőként, könyvtárosként, valamint állatgondozóként próbálhatja ki magát. A résztvevőket a helyszíneken önkéntes kísérő koordinálja. Én választottam a helikopter bázist, és második lehetőségnek választottam az állatmenhelyet, és éppen azért, mert úgy gondolom, hogy helikopter bázisra nagyon vak emberek nem igazán jelentkeznek. A kampányban a megyei esély és szociális közalapítvány jóvoltából március 23-áig 10 jelentkező vesz részt. Megkérdetjük a programot a lehető legszélesebb közönségnek, és megkérjük arra fogyatékos embertársainkat, akik megváltozott munkaképességűek, hogy csatlakozzanak. Aki csatlakozni kíván, jelentkezik a megyei koordinátornál, és a megyei koordinátor egy interjút készít vele. Az Írországból indult program a társadalmi szemléletformálást és az esélyteremtést támogatja nemzetközi szinten.